Nem meglepő tendencia, hogy a panaszok jelentős hányada webáruházakkal vagy online platformon történő rendelésekkel, vásárlásokkal kapcsolatos. Egyáltalán nem mindegy, kitől és hol vásárolunk egy adott terméket online. A beérkező panaszokból egyértelműen látszik, komoly gondokat is okozhat egy, elsőre talán fantasztikusnak tűnő ajánlatra azonnal lecsapni. Ha például valamely közösségi oldal marketplace felületén, illetve az egyre népszerűbb applikációkban magánszemélyektől vásárolunk egy árucikket, jogilag teljesen más helyzetbe kerülünk, mintha ezt egy vállalkozás honlapján tettük volna meg. Abban az esetben, hogyha mondjuk magánszemélytől történik a vásárlás mondjuk egy közösségi platformon, akkor a vevőt semmiféle olyan jog nem védi, ami a fogyasztókért jött létre, akár kormányrendeletek, akár uniós irányelvek alapján átültetett jogszabályok. De abban az esetben, amikor vállalkozástól történik vásárlás, tehát amikor mondjuk egy KFT-től, tehát egy cégtől, akkor az online vásárlás az alap legnagyobb fogyasztót védő rendelkezés az, hogy 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől. Tehát megkaptuk, megrendeltük, elállhatunk. Ezt, hogyha mondjuk az adott terméket mondjuk valamelyik platformon veszük, közösségi platform, akár Facebook, akár melyik más terület, akkor ez az ellenállási jog nem illeti meg a fogyasztót, a vevőt. Még ha az eladó fél vállalkozásnak minősül, akkor is fontos tudnunk, ki áll a szerződéses jogviszony másik oldalán, azaz ki maga a vállalkozás. Nagyon fontos minden vásárlás előtt utána nézni, ki is az eladó valójában. Maga a platformot is működtető vállalkozás, vagy pedig egy harmadik fél, amely csak közvetítőként használja az online felületet. Ez utóbbi esetben ugyanis a vásárló ezen vállalkozással kerül jogviszonyba, így kifogását is csak vele tudja rendezni, ha sikerül. Abban az esetben egyébként, hogy nem sikerül zöldágra vergődni a vállalkozásra, akkor egy dolog van, mégpedig az, hogy elindít egy eljárást, vagy egy fogyasztóvédelmi hatóság eljárást tud elindítani a fogyasztó, akkor, hogyha a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket sérti meg a vállalkozás, amennyiben pedig, hogyha nem sértette meg, mert azért ilyen is van, viszont vita van egymás között, mondjuk szavatossági alapján nem akarja visszafizetni az eladó a vevőnek egyébként tevételát, akkor a bíróság előtt javasolt egyébként a békeltető testületi eljárásnak a igénybevétele. A legfontosabb védelem az előzetes tájékozódás. Kitől vásárolunk, vannak-e az eladónak megfelelő elérhetőségei feltüntetve, esetleges korábbi fogyasztói kommentekből is szerezhetünk információkat. Ne felejtsük el soha, nem biztos, hogy a találati listában elsőként feldobott, adott esetben még rendkívül olcsó terméket is árusító webáruház a legmegbízhatóbb a palettán. Hasonlítsuk össze a rendelkezésre álló lehetőségeket, mielőtt jelentős összeget adunk ki a vásárlásunk során.